Ezt le fog esni onnan. Nem is látom, hogy hol van. Csili, gyere le onnan. Jézus Mária. Megint imád. Ezt rossz nézni. Jaj, de ügyes, hogy nem szúrott el a lábocsát. Hát ez az. Gyere, igen. Csili. Gyere, gyere, hogy csinálok meg ilyen ügyes. Gyere. Bolondfejű. Bolondfejű vagy? Szóval ebben a videóban azt fogjátok látni, hogy a paddófütésünk készült. Igazából az ilyen fázisokat rögzítettük meg. Azért vagyok ilyen fáradt, mert már 3 hete zajlik, és igazából ez azért fárasztó, mert reggel eljövünk ide otthonról, mert most a szüleimnél lakunk, ezt ugye nem mondtam eddig, mert senki nem szeret arról beszélni, hogy 3 hete nem lakik az otthonában, és onnan járunk át. Jó, nem messze, mert 2 faluban lakunk odébb, de mégis ugye május végén oda költöztünk, és onnan oldjuk meg a bejárást. Sőt, az a dolog pikantériája, hogy a kömüvesünk győri, tehát reggel átjövünk, és Gábor elmegy érte Győrbe, aztán utána hazahozza, és akkor dolgoznak. És este meg visszavisszük Győrbe, és úgy megyünk utána haza. Haza-haza. Szóval örülni fogok már, hogyha vége lesz. Nekünk ez a fő projektünk erre az évre, és ezt mindenképpen szerettem volna dokumentálni. Ha érdekel benneteket egy ilyen videó, akkor tartsatok velünk. Amikor az ember felújít, akkor ilyen tök jó megoldásokat alkalmaz, hogy megcsinálja a reggeli szokásáját. Szépen oda kikészítettem. És ott pedig, mivel nem ért el a vízforrónak a zsinórja a konnektorhoz, ezért még oda raktam egy széket. Gábor éppen ott csinálja a tetőablakot, mert az szükséges ahhoz, amikor a kazánt felszerelik, akkor majd ott kell kijönni, vagy nem tudom, mindegy, valamilyen muszáj. Itt pedig már kilátni az utcára, nagyon vicces, ahogy levették a konvektorokat. Ez ma befalazásra kerül, mert nyilván nem maradhat így sokáig, úgyhogy ez betömik ma. Itt láthatjátok, hogy Csilike már fel is avatta a mikecer réteget. Itt megy a nagy cső. Hihetetlen, hogy e fölött fogunk járni. Ez itt a nappali. Már be van mikecelezve. Aztán itt jön a cső, az egyik szoba is már be van, és itt a másik, itt megy be a cső. Ez itt a konyha.
Hát siralmas. Még a boiler fönt van, de már leengedték a vizet. Hát ez is majd szépen fel lesz újítva, de az majd egy következő projekt lesz. Itt, hogyha jövünk, akkor beérünk a fürdőszobába. Hát itt most úgy áll, hogy ott kiletvésve már a zuhanynak a... Vagyis hát a zuhany vízvezetékének, vagy hogy kell ezt mondani, a csöveknek az a rész. Ott lesz majd a WC, mert most helyet cserél a WC meg a mosdó, és itt lesz majd a mosdónk. Ugye a konvektor kikerül innen. És hát ide megy a kazán, és alatta lesz a mosógép. Ott is már ki vannak vésve a csöveknek a helyei. Ott is ki van. Szóval alakul szépen a dolog. Ez pedig ugye elindult a felfalazás. Ott meg is áll, mert majd ott lesz egy ilyen kis polca a WC-papíroknak. És akkor ott pedig lesz egy valamilyen kisebb szekrény. Ide meg valószínűleg ide lesz téve majd a törölköző tartó. Azt is néztem már, ilyen tök jó feketét. Jól fog kinézni nagyon. Aztán majd ide is kitalálok valamit az ablakra. Hát ez is ugye ilyen ideiglenes, mint nálunk sok minden. De most így állunk. És már be is van csövezve. Itt mennek a csövek. Ez a nappali itt is készen van. Itt meg le van rakva már ez a tükörfólia, ha jól emlékszem. Nem biztos. És lent van a vas, és hát itt van a fürdőszoba. Már van zuhanykabin. Itt ki van vésve. Ezt becsukjuk. Megy be a vastag cső. Ja, és ez a bejárati ajtó. A bejárati ajtó az most így eltűnt. Hát mivel korán reggel van, itt nem túl jók a fények, de mindenképpen szeretném bemutatni, hogy most hol tartunk. Most le van már betonozva a lakást, tehát ugye lerakták a fűtéscsöveket, most lebetonozták az egész lakást, és most körbe is összlem benneteket. Ez a hálószoba. Itt van a fürdő. Itt ma már csempészve lesz. Amit nagyon várok. Akkor már látványosabb lesz ez a nappali. És szép nagy plac, az icike-picike kis konyhánk, ami egyszer majd szintén fel lesz újítva, és akkor eltűnnek innen ezek a csempék is. De most egyelőre örüljünk annak, hogy ez meg lesz, vagy hogy már eddig jutottunk. Itt a bejárati ajtó, abból is ugye le kellett vágni. És ide az asztalos csinált nekünk egy új küszöböt, ezt pont tegnap tette be. Hát ott majd a festést kijavítjuk meg.
hátul dolgok, így majd a bejáratot is meg kell csinálnunk, mert hát na, szerintem nem kell magyarázni. Akkor itt jövünk a folyosón, tök jó széles folyosónk van így most, hogy nincsenek már itt a konvektorok, imádom. Aztán akkor ez az egyik gyerekszoba, itt is le van már betonozva, nyilván le van, mert mindenhol van. Ez a másik gyerekszoba. Ott pedig egy száguldó macska volt látható. Szóval ez a másik gyerekszoba. Csili, mit csinálsz? Csili, bolond vagy? Bolondkodsz. Bolondkodsz? Na, ez itt a lényeg. Ezt mindenképpen meg akartam nézni, mert itt a nappali étkezőnek egy pontján annyira lejtett a talaj, és most, hogy megcsinálták a betonozást, most nagyon király. Az oldalára is lesz. Kicsit így az oldalára valamennyire. De egy kicsit ott az oldalára. Most már ki van furva a teknő, akkor most lefestem. És hát csak így lazulral, de csak azokat a részeket, ami nem érintkezik a virágokkal. Nehogy bajuk legyen. Most szerintetek ennyi kavics elég bele? Szerintem nem rakok többet. Ki van fúrva. Alul ezek között el tud folyni a víz. Jó, hát ott néhány helyen lecsorgott a lazul, de hát annyi baj legyen. És megtöltöm földdel, aztán belerakom a petúniákat. Remélem itt újra élednek. Ez talán egy árnyékosabb rész lesz. Hihetetlen ez a lander, hogy egy igazi főnix. Most már annyira kizöldült, hogy látom, hogy nagyjából hol nem lesznek már új hajtások, és ezeket a szárazakat most levágom róla. De van eltemetve Daisy-ke. A mi kis cuki palota pincsink, aki 15 évig volt velünk, és nagyon-nagyon sok örömet szerzett nekünk. És most kivettem a sírjából ezt a táblát, amit annak idején készítettünk neki, mert hát most már elég cefetül néz ki, és azt gondoltam, hogy újra megcsinálom, mert ezt ilyen pirográf technikával készítettem. Gábor ugye kivágta rétegelt lemezből a csontformát, és meg pirográffal beleégettem a Daisy nevet, meg hogy meddig volt velünk. És ezt igazából télen ki szoktam szedni, mert akkor ugye több csapadék van, és karácsonykor szokott kapni egy kis zöld fát, az is fából van, és arra szoktunk mindig rakni egy csillagszórót, és akkor kijövünk ide és meggyújtjuk. Úgyhogy mi így emlékezünk rá. Majd megmutatom, hogy hogyan újítom fel. Semmi különös, csak a feliratot szeretném frissíteni rajta, hogy
szép legyen neki kis fekhelyénél. Egyébként az a röhely az egészben, hogy amikor annak idején először pirográffal próbálkoztam, én nem is gondoltam volna, hogy valaha majd ez a maszk egy fontos kiegészítője lesz az öltözékünknek, vagy az életünknek, de hát ugye muszáj felvenni, remélem hallottátok így, amit mondtam, mert égetni fogok, fába fogok ugye égetni, és ahhoz mindenképpen kell valami maszk. Már érzem is, hogy jön az illata, úgyhogy fel is teszem. És akkor mutatom az előtte állapotot. Ez itt az eredeti állapot, vagyis hát a meg... Jaj, leveszem a maszkot. Ez itt a mostani állapot, és ebből próbálok még valamit kihozni. Látjátok, hogy ott ez a 2018 abszolút nem látszik, úgyhogy megnézem, hogy mit tudok vele csinálni, mert szeretném, hogyha továbbra is ott lenne a Daisy-kének ez a táblája. Ja, amúgy nem vagyok egy pirográf művész, abszolút semmi érzékem hozzá, de szívesen csinálom. Nagyon cuki, visszakerült a kis táblája. A rózsa mellette borostyán befutja, kövi rózsák, meg ezek a fából készült kiegészítőim. Szerintem neki is tetszik.